Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a Kultixen az Állatbarátok című műsort hallják. A mikrofonnál Györfi Alexandra. Mai témánk az állattartás előnyei. De arra mindenképp fel kell hívni a figyelmet, hogy a házi állattartás nem olyan egyszerű dolog, mint amilyennek tűnik. Bármilyen apróka legyen is ez az állat, a megvétele pillanatától felelősséggel tartozunk érte, és gondoskodnunk kell róla. Egy házi állat még egy egyszerű aranyhal is, rengeteg munkát és odafigyelést követel meg a gazdáitól. Ám, mint említettem, a mai téma a pozitív oldala az állattartásnak. A házi állatok nem csupán aranyosak, hanem nagyon sok szempontból jó hatással vannak a gyerekekre, sőt az egész családra is. A gyerekek nagyon szeretik a kisállatok társaságát, a házi kedvencek tanítják, megörvendeztetik a gyerekeket, szórakoztató társaságot jelentenek számukra. Az állatok jelenléte segít a szociális, fizikai, érzelmi fejlődésben. A becslések szerint szerte a világon 10 gyerekből 4 kezdi olyan családban az életét, ahol házi állatot tartanak, és 90%-uk gyermekkora alatt végig egy házi állattal él. Sok gyerek tanul úgy, hogy a kutyusnak vagy a macskának olvas. Az amerikai tanulmányok készítése során felfedezték, hogy a gyerekek felszabadultabban jobban olvasnak a házi állataik előtt. A kutatók rögzítették a stressz szintet a gyerekekben, és felfedezték, hogy sokkal nyugodtabbak az állat társaságában, mint az emberében. Egy másik tanulmányban megkérdezték a gyerekeket, mit ajánlanak a kevésbé népszerű társaiknak, hogyan tegyenek szert barátokra. A legtöbben azt javasolták, hogy szerezzenek maguknak egy házi állatot. Egy állat sok beszédtémát ad a gyerekeknek, és több közös élményt jelent. Sok gyerek házi állatához fordul vigaszért, amikor szomorú, ideges, fél, vagy ha valami titkot szeretne megosztani valakivel. Azok a gyerekek, akik valamilyen állatot tartanak, gyakran kevésbé visszahúzódóak és félősek. A házi állattartás fejleszti a másról való gondoskodás képességét. Az állatok gondozása nagyon fontos a fiúk számára, mert így ők is elsajátítják ezt a képességet, ráadásul az állatokról való gondoskodást nem tekintik lányos dolognak, mint például a babázást. A testvérek dajkálása a családban általában a lányok feladata, míg az állatok gondozásából a fiúk és a lányok egyaránt kiveszik a részüket. Egy másik amerikai kutatás szerint van összefüggés az állattartás és a gyermekek jó egészségi állapota között. 474 gyermeket figyeltek születésüktől 7 éves korukig. Arra jutottak, hogy azok a gyerekek, akinek a környezetében legalább 2 kutya vagy macska élt, kevésbé voltak fogékonyak az allergia kialakulására, mint azok a gyerekek, akiknél nem volt házi állat. Egy másik tanulmány arra enged következtetni, hogy annak a gyereknek, akit aránylag korán engednek valamilyen állat közelébe, kevesebb az esélye az asztma kialakulására. Az egyik elmélet szerint, ha egy gyerek játszik egy kutyával vagy macskával, és az állat megnyalja, akkor a nyálában lévő baktériumokat átadva megváltoztatja a gyermek immunrendszerének reagálását az allergiára. Másrésztről az állat segít összetartani és erősebbé tenni a családot. Ha megkérdeznek egy gyereket vagy egy szülőt, hogy valóban családtagnak számít-e az állat családjukban, a válasz az, hogy természetesen igen. Egy házi állat gondozása a család életében központi szerepet kap, ezt a családtagok közösen végzik. Mindenki elviszi a kutyát sétáltatni, megosztják az etetést, gondozást is játszanak, hemperegnek vele. Így egy kicsit sikerül lelassítani a felpörgetett életritmust és kellemesebbé tenni a napokat. Ám az állattartás nem csak a gyermekek számára pozitív, hanem az idősek számára is szolgál pozitív oldallal, mint például a kutyasétáltatás kivezethet abból az elszigeteltségből is, amelyben sok idős ember él. A magány, ami gyakran depresszióval is együtt jár, így elmúlhat, hisz a kutyatulajdonosok nagyon könnyen és gyorsan kapcsolatba lépnek egymással. Találkoznak, a kutyák üdvözlik egymást, és így az emberek is beszédbe elegyednek. Az állat mindig jó ürügy, és gyakran fejlődnek az ilyen találkozásokból sétáltató közösségek és barátságok is. De ha egyedül megyünk a kutyával például az erdőbe, az is öröm, mert a kutya ott is szereti, ha játszanak vele. A pszichénkre is jó hatással van egy házi állat, hiszen beszélünk hozzá, és még ha nem is kapunk választ, mégis van egy jó hallgatóságunk, akire mindent rábízhatunk, akinek mindent elmondhatunk. Remélem ezzel a kis műsorral mindenkinek felhívtam a figyelmét, hogy milyen fontos állatot tartanunk, és kedvet kapott mindenki arra, hogy egy kis kutyát, akár egy kis macskát, vagy bármilyen más házi állatot tartson, hisz, ahogy említettem, az egész családra jó hatással van. Köszönöm a figyelmet, holnap ugyanitt, ugyanekkor a Kultixen Györfi Alexandrával az Állatbarátok ismét jelentkezik. Köszönöm a figyelmet!